Stílszerűen a Bogyiszlói zenekar húzta azon a kiállítás megnyitón, melyen a Magyar Néprajzkutatás doajenjének András Falvi Bertalannak életét és munkásságát mutatta be a Vosinszky-Mór megyei múzeum. András Falvi azt vallja, hogy a magyarságot, a nyelvét, a művészetét, társadalmi kapcsolatait nem lehet megörökölni a vérrel. Ezt megtanulva kell vállalnia az egyénnek. A most elkészült kiállítás megszervezésében egykori tanítványainak közös akarata öltött testet. 2021. november 17-én ünnepeltük András Falvi Bertalannak a 90. születésnapját, és konkrétan erre a születésnapra mi, akik tanítványai voltunk, szerettünk volna egy kiállítással tisztelegni az ő munkásságának, illetve az ő nagyszerűségének. Igazából így indult el ez a történet. Közben rájöttünk arra, akiket így összeszedtünk, hogy mindenkinek van egy szakterülete, amivel Berci bácsi is foglalkozott, és ahhoz hozzá tud rakni valamit, illetve azt reméltük, hogy Berci bácsi kutatásait egy kutatói, fiatal kutatói perspektívából tudtuk megnézni. És ez is adott egy olyan fajta különlegességet, ami meg már a mi személyiségünkön keresztül szűrődött át. De én azt gondolom, hogy mivel mindenki nagyon nagy tisztelettel és szeretettel nyúlt ehhez a témához, én azt gondolom, hogy jó arányokban és jó irányokból tudtuk megfogni ezeket a témákat, és a kiállításnak ezek a markáns szegmensei egyébként. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató arról beszélt, András Falvi Bertalan a szakma 20.-21. századi egyik legnagyobb alakja, aki olyan új dolgokat fedezett fel és figyelt meg a magyar falusi közösségek életében, ami egyedinek mondható. Legjellemzőbb és a legfontosabb dolgáról kéne beszélni, ugye 1955 és 1960 között a Szekszárdi Múzeum néprajzkutatója volt, ő az egyetemről az ELTÉ-ről rögtön ide került, és mint ilyen ugye elődömet tisztelhettem benne, és hát természetesen nem csak elődömet tisztelhettem, hanem még azonos kutatási területünk is volt, mert ő itt szembesült a Sárköz gazdag népi kultúrájával, és nem csak gazdag népi kultúrájával, hanem a Sárköz gazdaságával és gazdasági életével, adottságaival, és itt figyelte meg, illetve levéltári kutatási eredményei alapján figyelte meg és írta le tulajdonképpen az ártéri gazdálkodásnak a jellemzőit, ami ugye a sárköz-mocsárvilág itt nagyon jellemző volt, és egészen a 19. század második feléig a vízszabályozásokig jellemző volt a sárköze, és a sárköz gazdaság életének meghatározója volt, és hát mint a sárköznek életet adója volt. Nem csak a recenzgyűjtéssel foglalkozott, és az alapján írta le ezeket a jelenségeket, hanem ő vette a fáradtságot, beült a levéltárba. Persze ez nagyon sok idő is kellett, és ő becsülette, átkutatta az utóbbi 2 vagy 3 évszázadnak azokat a levéltári forrásait, amiből ezekre a jelenségekre a korábbi anyagot is megtalálta. De nem csak az eredeti forrásokat nézte, megnézte a térképeket. Tehát egy komplex vizsgálatot végzett. És ezek a módszerek azok, amelyeket ő behozott a néprajztudományba is. Gyakorlatilag a történeti néprajzot művelte a recenzgyűjtések mellett is. Munkásságával védik a szakemberek, András Falvi olyan látószöget adott a néprajzzal foglalkozó kutatók számára, amely meghatározóvá vált a későbbi generációk munkastílusára. Berci bácsi, én azért hívom Berci bácsinak, mert ő az egyetemen engem tanított, és mindenkit, aki a kurátorként részt vett ebbe a kiállításnak a létrehozásában, és hát tanárként is, emberként is, kutatóként is igazából egy példaértékű életpályát járt be, vagy jár be, és mindenképpen egy követendő példának tekinthetjük bármilyen szempontból. Egyrészt egy világlátást, egy szemléletet mutatott meg nekünk, a kapcsolatát a tájjal, az emberekkel, azt a fajta kedvességet, egyfajta kutatói attitűdöt,
hogy ő hogyan állt hozzá, milyen alázattal kezelte ezeket a kutatásokat, kezelte az embereket. Tehát én azt látom, hogy Berci bácsi kutatásánál az ember, a táj, a gazdálkodásnak, tehát ebben minden benne volt, a természet, a gazdálkodás, az embereknek az egyéni egymáshoz való kapcsolatuk, illetve az egyén a közösségnek a kapcsolata, és a közösségnek a tájhoz való kapcsolata, ez mind-mind fontos szempont volt az ő kutatásaiban, és szerintem ő ezeket az órái mindig igyekezett átadni. A népművészet áll a kiállítás középpontjában. Ezen keresztül mutatja meg mindazokat a témákat, melyekkel Andrásfalvi Bertalan foglalkozott. Berci bácsi szemléletében nagyon sok minden arról szól, hogy a régi paraszti világban a közösség az nem csak egy szankcionáló tényező, hanem egy nagyon erős felkaroló, megtartó tényező is volt, és hogy a mai individualizálódott világban ezzel a közösségi értékekkel lehetne példát állítani, hogy az ember ne magányosodjon el. Tehát ez is egy olyan alapvető fontos utalása vagy mozzanata ennek a kiállításnak, amit azért szeretnénk, hogyha átjöjjön. Azt vallom, hogy a néprajz a jövő tudománya. És ebbe is ez van benne, hogy milyen példákat, milyen tanulságokat meríthet a mai kor embere a néprajzból, amit teljes mértékben használható és élhetővé teszi a jövendőt, illetve az elkövetkezendő társadalmak számára, megőrzi a környezetet, a földet és egy élhető világot tud teremteni. A tanítványok véleménye szerint mindaz, ami kiolvasható az idős mester kutatásaiból, egyértelművé teszi, hogy a néprajz nem a múltról ad egy képet, hanem megoldásokat kínál a jövőre nézve.